Egy győri gól a hétvégi Veszprém elleni meccsről, ahol 8-0-ás rohanással kezdett az Eto, és a szokásoknak megfelelően igen-igen elpáholta ellenfelét. A zöldfehérek végül osztályi különbséggel 44-26-ra nyertek, és ezzel 6 ponttal vezetik a bajnokságot. A második Ferencváros ugyanis egy meccsel kevesebbet játszott, ráadásul óriási meglepetésre 29-28-as vereséget szenvedett Békés Csabán. Szerdán épp a két legnagyobb rivális csap össze egymással, vagyis az Eto tovább növelheti a különbséget, vagy a Fradi csökkentheti a szakadékot. Az általános vélekedés szerint ez utóbbira semmi esély nincs, ám Karl-Erik Bøhn, az Eto norvég edzője óvatosabban fogalmazott. Természetesen van esélye a Fradinak, mondja Bøhn. Igazán jó csapat a Ferencvárosé, ám azt hiszem a miénk jobb, és meg tudjuk verni őket. A bajnokság előtt a hozzáértők leosztották a helyezéseket, ezek szerint az Eto az első, a Fradi pedig a második helyen végez. Ez jól tükrözi az erőviszonyokat, mert az Eto lassacskán 3 éve nem kapott ki a hazai porondon, sőt, fél éve újabb klasszisok sorával erősödött. Ugyanakkor nem árt megjegyezni, hogy utoljára éppen a Ferencváros tudott győzni Görbicék ellen 2009. február 1-én 35-34-re. Tomoriékat minden bizonnyal ezúttal is fűti a bizonyítási vágy, annál is inkább, mert ősszel 17 gólos megsemmisítő, 37-20-as verést kaptak a Magvasiban. Ha ehhez még hozzáveszük, hogy a Népligetben mindig pokoli a hangulat, köszönhetően a több száz fanatikusnak, akik az utolsó pillanatig űzik-hajtják övéiket, akkor elmondhatjuk, egy igazán jó meccsre, amolyan vérbeli zöld-fehér derbire van kilátás. Az FTC Eto összecsapás szerdán 18 óra 15 perckor kezdődik. Amennyiben nem tudná megtekinteni a helyszínen, vagy az ön számára sem elérhető a meccset közvetítő tévécsatorna, akkor nézze a Revitát, mert mi csütörtökön kevéssel 17 óra után felvételről megmutatjuk a legnagyobb hazai rangadót.